egy épületgépészeti cégnél dolgozom, munkafolyamatokat irányítok, de mellette ugyanúgy dolgozom. Szabad időben elmész olyan programokra önkénteskedni, mint például, most mondok egy példát, mondjuk 5-10 napra is válasz önkéntes munkát programon, Jukovölgyi szegregátumba is elmész. Igen, nekem nagyon-nagyon szívügyem a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok. Én is így nőttem fel hátrányos helyzetűként, és ugye számomra ilyen élet cél. Ez ilyen nélkülözhetetlen az életemben, hogy ne önkénteskedjek. Miért csinálod ezt? 12 éve kb. Akkor jelent meg dr. Botemőke, a Bagázsnak az elnöke. Akkor ő pártfogó felügyelő volt, és az öcsémnek volt a pártfogó felügyelője. A nagyobbik tesómnak, és akkor mondta, hogy hát tervez ide valamit, megszervezett egy nyári tábor, csinált nekünk egy ilyen csomó kis csapatépítő kis játékot. És azt mondta, hogy nem tud elképzelni az életed nélkül. Ezt miért csinálod? Eddig azt kaptuk folyamatosan, hogy te egy büdös cigány vagy, ilyen cigány vagy, úgy csak akármit csinálsz, úgy se leszel jobb, úgy se leszel semmi, börtönbe fogsz megrohadni, meg ilyen, stb. És akkor jön valaki, aki bűnözőkkel foglalkozik, emőke, bűnözőket pártfogol, és akkor mutat egy olyan lehetőséget, úgy tekint az emberre, hogy figyelj, itt egy új esély, itt egy lehetőség, itt egy út, ezen az úton végigmész, elkerülheted ezeket a dolgokat, mert igenis számít az, igenis ugyanúgy ember vagy, mint a többi. És ez ilyen nagyon motiváló volt, és ez így mai napig bennem van. Ahol azért, hogy most itt tartok, ahol tartok az életembe, ez az elmúlt 12 évnek a gyümölcse, amiben nagyon sok ember, nagyon sok képzés, nagyon sok gyerek épített fel engem ebbe igazából, és így úgy gondoltam, hogy nagyon szeretnék segíteni, de az anyagi helyzetem nem segít az, hogy mondjuk, hogy segítsek másokon. De viszont azok a tapasztalatokat, amit én megtanultam, amit elsajátítottam, ami segített nekem is ebből a úgymond burokból kiszakadni, ha ezeket át tudom adni másoknak, akkor így hát, ha nekik is meg tud változni az életük, és elfogadják őket, és elsőnek is el tudják magukat fogadni, hogy igen, nem az a bélyeg, az a megbélyegzés, az nem igaz. Hanem igenis, hogyha teszek érte, akkor megváltoztathatom az emberek véleményét. És akkor ezért önkénteskedek. És megváltoztatni az emberek véleményét milyen szempontból? Hát, hogy igen, ők nem csak rombolnak, igazából, ha van lehetőség, akkor rengeteget építenek. A kontextus számít, a párbeszéd fontos. Ennek a klipnek a kontextusát egy podcast epizód adja. Azt a beszélgetést a leírásban található linken éred el. Ha kíváncsi vagy hasonló tartalmakra, kövess minket a felületeinken. Ha támogatnád, hogy hasonló tartalmakat hozzunk létre, visszajelzéseddel vagy támogatásoddal járulhatsz hozzá ehhez. Ezekhez is találsz linket a leírásban. Köszönjük, hogy erre jártál!